szeretném a figyelmedbe ajánlani az Apró szokások című könyvet. És hogy jön ez a rajzoláshoz? Biztosan veled is előfordult már az, hogy ott volt a vágy benned, szeretnél megtanulni rajzolni, szeretnél megtanulni festeni, az alkotást az életed részévé szeretted volna tenni, mert tudod, hogy ez jó neked. Megvettél hozzá mindent, az összes szekrényed tele van rajz és festő cuccokkal, beiratkoztál a mentor programunkba, vettél online anyagot, jöttél tantermi tanfolyamra. Óriási volt a lelkesedés az elején. És aztán, ahogy telnek a hónapok, telnek a hetek, úgy a vágy egyre csökken, és a cselekedeteink sem igazodnak a vágyunkhoz, egyre csak távolodnak egymástól, és a célunk az, hogy megtanuljunk rajzolni, egyre távolabb kerül tőlünk. És fontos tudnod azt, hogy ez nem a te hibád, nem jellemhiba, egyszerűen a viselkedésünket kell átalakítani, és ebben a könyvben le van írva az, hogy hogyan. Most ebben a videóban én is elmondom neked, hogy ezt a rajz és festés területén hogyan tudod a motivációt fenntartani, és hogyan tudod a viselkedésedet úgy átalakítani, hogy ne csak egy álom legyen, azt, hogy szeretnél megtanulni rajzolni és festeni, hanem valóban el tud érni. Ezt az ábrát a könyvből fotóztam ki, ez a fogféle viselkedés modell, ami azt mutatja, hogy V mint viselkedés, tehát az, hogy effektíve elkezdek rajzolni és festeni, tehát csinálom ezt a tevékenységet, ahhoz, hogy ez létrejöjjön, ahhoz három dolog egy azon pillanatban kell, hogy összeadódjon. Ez az M a motiváció, a K mint képesség, T mint trigger, azaz a kiváltó ok. Hogy kell nézni ezt az ábrát? Az M a motiváció van a függőleges tengén, ugye minél magasabban vagyunk, azok a magas a motiváció, itt alacsony a motiváció, a képesség, hogy könnyű megtenni valamit, vagy nehéz megtenni valamit. És a motiváció és a képesség között összefüggés van, és ezt az összefüggést ez a cselekvési vonal mutatja. Hogyha a trigger esetén, tehát kiváltó ok esetén valaki a cselekvési vonal fölött helyezkedik el, azaz például magas a motivációja, hogy rajzoljon és fessen, már tud is rajzolni, festeni, azaz könnyű neki megtenni, akkor ugye itt lesz az ő pontja, és trigger esetén, kiváltó ok esetén a cselekvési vonal fölött van, tehát biztos, hogy meg fogja csinálni azt, hogy rajzoljon és fessen. Ellenben az, aki mondjuk még nem tud rajzolni és festeni, hát igazából nem is nagyon akar, mondjuk nem is érdekli ez az egész, akkor ő itt van ezen a skálán, a cselekvési vonal alatt, tehát ő nem fog rajzolni és festeni. Aztán ugye van az, amikor nagyon magas a motiváció, szeretnéd, mindenképpen szeretnél megtanulni rajzolni és festeni, de még nem tudod, hogy hogyan, tehát nehéz megtenni, még akkor is a cselekvési vonal alatt van ez a motiváció, de hogyha már elkezdett tanulni, és egyre könnyebbé és könnyebbé válik, tehát a képességed folyamatosan könnyebbé válik, mert tudod, hogy hogyan kell, akkor ugye ez a cselekvési pont, tehát a cselekvési vonal fölött lesz folyamatosan. Tehát igazából ahhoz, hogy egy cselekvés, tehát a rajzolás és festés mondjuk a cselekvési vonal fölé kerüljön, ahhoz vagy növelni kell a motivációt, vagy egyre könnyebbé kell tenni a képességet, vagy mindkettőre szükség van. A könyvben van egy jó példa, például a fogsejmezésről, és ezt magam is átéltem ezt, ugye ezt el is mondom, hogy a könyvben az van, hogy ahányszor elment az író a fogorvoshoz, mindig lecseszte a fogorvos, hogy hiába mosol fogad, de nem használd a fogsejmet. Ugyanez volt velem is. És már egy idő után tök ciki volt, hogy nem használom a fogsejmet, és amikor eljöttem a fogorvostól, nekem is óriási volt a motiváció, hogy na most tuti, el fogom kezdeni. És aztán egy-két hétig csináltam, és persze utána nem csináltam. Könyvben az író azt mondta, hogy ő úgy tette könnyűvé a cselekvést magának, mert ugye nehéz megtenni, tehát fogsejmezni nehéz, benyúlni a szádba, ott szűkek a fogak, ott reszelni, meg na, szóval macera az egész, és nem egy könnyű cselekvés. És ő azt mondta magának, hogy minden nap csak egy fogát fogja fogsejmezni, semmi más, csak egy fogát. És akkor az, hogy már csak egy fogat csinált meg, akkor azt már könnyű megtenni, ugye magas volt a motiváció, itt volt a cselekvési pontja. Akármilyen
furán is hangzik, hogy csak egy fog, de mivel heteken keresztül mondjuk csinálod azt az egy fogat, akkor már beépül a rutinodba és a szokásodba az, hogy fogmosás után egy fogat, később kettőt, aztán végén az egészet az ember megcsinálja. És akkor így építed be ezt a viselkedést az életedbe, hogy először könnyűvé teszed. Nekem ezt úgy sikerült beépíteni, hogy most már, hál' Istennek, lehet venni a DM-be olyan fogsejmet, aminek van ilyen kis nyele, és egyszerűen csak bele kell nyúlni, sics úgy pár másodperc alatt kész van a fogsejmezés, tehát nekem is az volt az, hogy a cselekvési vonal fölé kerüljek, és beépítsem ezt a szokást az életembe, hogy fogsejmezek, az, hogy lett egy olyan eszköz, mivel könnyű megtenni ezt a fogsejmezést. És akkor nézzük meg azt, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni a rajzolásban. Fogunk beszélni mind a háromról, tehát a motivációról, képességről és triggerről, fogok mondani ötleteket, és remélem, hogy találsz köztük olyan hasznos tippeket, amit te is be tudsz majd építeni, és a te életednek a részévét fog majd tudni válni a rajzolás és a festés. Fogféle viselkedés modellnek az első eleme a motiváció. A honlapunkon a motivációs menüpont alatt találsz 6 kis előadást erről a motivációról, amit azért hoztunk létre, hogyha a rajzolás és festés során neked csökken a motivációd, akkor hallgass meg ezeket a kis előadásokat és kölcsönözz tőlünk motivációt. Miről is szól ez a 6 kis előadás? Így nagyon röviden, csak pár mondatba. Az első rész arról szól, hogy a rajzolásnak mindig két eredménye van. Az egyik maga a mű, a produktum, amit létrehozunk, a második az érzés, amit rajzolás és festés közben átélünk. Ugye ezt nagyon gyorsan meg tudod tapasztalni, hogy mennyire megnyugtató hatása van a rajzolásnak, mennyire ki tud venni a hétköznapokból, a hétköznapi problémákból. És ugye, egyre jobban megy, egyre több elismerést kapsz, egyre jobban tetszik, amit csinálsz, egyre inkább nő a sikerélményed, növekszik az önbizalmad általa. Motivációs második előadásban arról van szó, hogy azt javasoltam, hogy határozd meg magadnak, fogalmazd meg azt, hogy miért kezdesz el rajzolni és festeni, mert minél erősebb a miérted valamire, annál könnyebb lesz a hogyan, annál könnyebb lesz rávenni magad, hogy csináld ezt. Ha csökken a motivációd a rajzolásra, akkor csak vedd elő ezt a miért táblát, amivel emlékezteted magad arra, hogy számodra miért fontos az, hogy elkezdtél rajzolni és festeni. Ugye a harmadik és a hatodik rész az összefüggésben van. Itt arról beszélek, hogy a rajzolás és festésnek mik a tanulásnak a lépései, hogyan lehet eljutni a kezdő szintől egészen a profi szintig. És ezen az úton óhatatlanul is lesz olyan, amikor elkezded összehasonlítani magad másokkal, és fogod látni azt, hogy XY már mennyivel előrébb tart, mennyivel jobb képeket csinál, mint te, de hogy ez mindig veszélyes tud lenni, hiszen soha nem azt kell nézni, hogy másokhoz képest én hol tartok, vagy az a célhoz képest, amit én kijelöltem magamnak, hogy hol tartok, mert akkor sosem leszel boldog. Mindig azt kell nézni, az, hogy te honnan indultál, te mennyit fejlődtél, mert az a nyereséged. Jó? Tehát, hogy ez a két előadás igazából erről szól. Az ötödik és a negyedik rész pedig arról szól, hogy mi a boldogság, ki a boldog ember. Itt kutatások bizonyítják azt, hogy a tartós boldogságot az azt hozza meg, hogyha képesek vagyunk olyan cselekedetekre, amik elmélyülést hoznak a mi életünkbe. És ugye a rajzolás és a festés pont egy ilyen tevékenység, hogy képessé válunk elmerülni, elmélyülni valamiben. És ugye a rajzolás festéshez az, hogy ezt jól tudja csinálni, ahhoz nézőpontváltásra van szükség, és ezt a nézőpontváltást, ezt hogyan tudod az életedbe is kamatoztatni, hogyan tudod más nézőpontból nézni a saját valóságodat. Tehát hogyan tudod, mint a rajzolásban megtanultál, hogyan tudod az életedre is kihatással, ráhatással lenni. Tehát erről szól ez a 6 előadás, tehát hogyha csökken a motivációd, én azt javaslom, hogy kölcsönöz tőlünk motivációt. Mielőtt elkezdesz rajzolni és festeni, én javaslom azt, hogy itt is fogalmazd meg magadnak azt, hogy ha elkezdesz rajzolni és festeni, és hosszú távon csinálod, akkor hogyan fog változni az identitásod? Mit gondolsz erről? Az identitás alatt azt értem, hogy mennyivel lesz több a sikerélményed, mennyivel fog növekedni az önbizalmad, mennyire fog megnyugtatni.
Gondolkodj el azon, hogy milyen előnyöd származik abból, hogyha rendszeresen alkotsz. Jó, hogy neked mi a legfontosabb előnyöd. Én nagyon sok mintát látsz a honlapunkon, akik megfogalmazták már ezeket az előnyöket. Többek között ez is, hogy önbizalommal telibb lettem, hogy sokkal nyugodtabb az életem. Gondold el, hogy neked milyen előnyöd származik abból, hogyha rendszeresen rajzolsz és festesz. Másik az, hogy miért pont most kezded el. Miért most? Mert ugye mikor szoktunk valamit elkezdeni, amikor már azt érezzük, hogy na most tele a hócipőn mindennel. Most már mondjuk nőként, hogy én mostantól kezdve csak magammal foglalkozom, megtettem már a magamét, a család, a munkaterén, és most kell valamilyen kikapcsolódás, ami engem feltölt. Lehet ez egy ilyen rajzolás. Hát fogalmazd meg magadnak, hogy miért most kezded el ezt az egészet. Mik a legnagyobb előnyök, ha rendszeresen rajzolsz? Miért lenne jobb, ha rendszeresen rajzolnál festeni? Milyen változást eredményezne? Tehát arra hangsúlyozd, hogy milyen változást eredményezne ezt az életedbe. És aztán ugye, hogyha megrajzoltál valamit, sikerült rávenni magadat arra, hogy csináld ezt az egész dolgot, akkor ünnepeld meg egy picit magad, és hogy miről is szól ez az ünneplés, hogy mit tudom én, mindenkinek más, megvereged be válladat, megölelgeted magad, eszel egy szelet csokit, bármi, tehát találd ki, hogy neked mi az, amivel meg tudod magad jutalmazni, hogyha csinálsz egy ilyen új cselekedetet, és be tudod építeni a szokásaid közé. És ez azért fontos ez az ünneplés, mert a pozitív érzelmek, azok új szokásokat teremtenek, és hogy mondjuk csinálsz valamit, megünnepled magad, akkor ez az megünneplés olyan jó érzéseket válthat ki, ami majd azt fogja veled később mondani, hogy de hát most is megcsinálom, mert szeretem magam megölelni, mert szeretem magam megjutalmazni valamiért. Viselkedés modell második eleme a képesség. Ugye beszéltünk arról, hogy az lenne a cél, hogy minél könnyebbé tegyük a cselekvést a saját magunk számára. És hogy minél könnyebb legyen rajzolni és festeni, ennek az egyik módja az, hogy elkezdünk tanulni, akár tantermi tanfolyamon, mentorprogramban, online tanfolyamon, könyvek segítségével. Tehát egyre több hogyan tudunk meg arról, hogy hogyan álljak neki rajzolni és festeni. És ugye minél többet gyakoroljunk, minél több információnk van a hogyanról, annál könnyebbé válik számunkra a rajzolás és a festés. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy sokszor nehéz rávenni magunkat a tanulásra és a gyakorlásra, és most arra mutatok, mondok tippeket, trükköket, hogy ezt a tanulást, gyakorlást hogyan tudod könnyűvé varázsolni a saját magad számára. Az első ötlet, hogy találsz valakit magadnak, aki segít neked, és segít számon kérni rajtad, hogy ma rajzoltál és festettél-e, elérted-e a kitűzött célodat erre a hétre, hónapra. Ugye ez lehet egy családtag, egy ismerős, egy barát, akit megkérsz, de szerintem a legeslegjobb, hogyha az alkotó társait közül keresel valakit. Ugye, hogyha hozzánk csatlakozol, akkor a Facebook csoportba biztos, hogy találsz valakit, aki szimpatikus, összeismerkedtek és megkéritek egymást, vagy olyan tudjátok egymást számon kérni, egymást motiválni abba, hogy csináljátok ezt a rajzolás és festés dolgot. Aztán jó, hogyha elgondolkodsz már az elején azon, hogy mi van akkor, hogyha valami nehézség adódik, és mit teszel akkor. Például a könyvben van egy példa arra, hogy egy hölgy egészségesebb táplálkozásra akarta rászoktatni magát, és az volt a cél, hogy mondjuk minden reggel főz magának zabkását, de ő nem volt egy ilyen főzős típus, és akkor az első héten csak annyi volt a cél, hogy bekapcsolja minden reggel a gáztűzhelyt. Semmi más nem csinált. Nem tette rá a vizet, nem tette rá a tejet, nem csinálta meg az apkását, csak azt a szokást alakította ki, hogy minden reggel bekapcsol a gáztűzhelyt. És egy idő után már egyre több mindent csinált, már fölforralta a vizet, aztán ha már fölforralta, akkor belerakta az apkását, és így tovább. Tehát apró szokások, az is a könyvnek a címe, hogy apró szokások, hogy nem egyszerre a nagy dolgot akarom megcsinálni, hanem csak pici dolgokat teszek, és ezzel haladok előre. Mondjuk például a rajzolásra ezt rávetíteni, hogy mi legyen az első dolog, hogy nehézség adódik, és mondjuk nincs kedved az egészhez, akkor csak tegyél annyit, hogy megfogod a ceruzát, megfogod az ecsetet. Nem kell vele rajzolni, semmit nem kell vele csinálni, csak fogd meg. A következő lépés lehet az, hogy
Oké, megfogtam a ceruzát, akkor csak firkálok. Nem kell rajzolni, csak firkálj. És az a szokás fog beépülni az életedbe, hogy megfogom a ceruzát, és ha már megfogtam, akkor előbb-utóbb úgyis elkezdesz vele rajzolni. Jó, de hogyha nehézség adódik, lehet csak annyi, hogy annyit teszel, hogy megfogod a ceruzát. Egyébként ugye nekem például reggeli szokásom az, hogy hajnalba kelek és futok. És nagyon sokszor nincs kedvem hozzá. És sokszor vagyok úgy vele, hogy jó, de fölveszem a cipőt. Na, már fölvettem a cipőt, jó, de most akkor sincs kedvem futni, jó, akkor csak sétálok a futópadon. És nyilván lehet, hogy sétálok egy 5 percet, de az 5 perc után már megjön a kedvem ahhoz, hogy csináljam, és lényegében megcsinálom azt a napi szokásomat, hogy reggel futok, még akkor is, hogyha nincs hozzá kedvem, de mindig csak ilyen apró szokásokkal, hogy először csak fölveszem a cipőt, aztán ráállok a padra. Aztán jó, akkor csak sétálok. Szóval érted, hogy nem kell mindig a nagy dologba gondolkodni, most megfogom a ceruzát és rajzolok, és 2 órán keresztül rajzolni fogok, nem csak annyit tegyél meg, apró dolgot, fogd meg a ceruzát. Aztán a harmadik dolog, hogy fogalmazd meg, gondolkodj el azon, hogyha választanod kell egy adott cselekvés és valami más között, akkor az adott cselekvést választ. Tehát, hogyha mondjuk hazajössz a munkahelyedről hullafáradtan, megbeszélted magaddal, hogy ma pedig rajzolni fogok, de nagyon fáradt vagyok, amúgy is kezdődik a kedvenc sorozatom, és sokkal inkább a sorozatot nézném, hogyan veszed rá magad arra, hogy mégis rajzoljál. Itt is nem feltétlenül az a cél, hogy ráved magad arra, hogy rajzoljál akkor, hogyha rohadtul nincs kedved. Lehet egy ötlet, egy tipp az, hogy ma nem rajzolok akkor, hogyha nincs kedvem, hanem csak annyit csinálok, hogy mondjuk felmegyek a Facebook csoportba, és megnézem, hogy az alkotó társaim mit csináltak, vagy megnézek valakinek a képét, hogy az adott technikát hogyan oldotta meg. Tehát foglalkozom a művészettel, a rajzolással, a festéssel azáltal, hogy nézem mások képeit, mondjuk egy mentor programban meghallgatom másnak a mentorálását, hogy ő mit javítanak ki ezen a képen, mit mondott valakinek a mentor, hogyan tegye jobbá azt a képet. Tehát nem kell effektíve rajzolnod, csak foglalkozz vele. Jó, tehát ez is lehet egy cél, hogy szokásoddá teszed azt, hogyha nincs nagyon kedved rajzolni és festeni, akkor csak felmész a Facebook csoportba és megnézed azt, hogy mások mit csináltak. A viselkedésmodell harmadik eleme a triggerek, az a kiváltó okok, emlékeztetők arra, hogy rajzoljál és festél. Egy triggereknek több fajtája van. Az egyik az, hogy hogyan tudod a környezetedet úgy kialakítani, ami emlékeztet arra a cselekvésedre, hogy te rajzoljál és festél. Az egyik ilyen lehet az, hogy például nem pakolod el a cuccaidat, hanem a lakásban, ahol élsz, kialakítasz magadnak egy pici kis területet, egy környezetet, ahol ott vannak a cuccaid, és ugye ezek mindig emlékeztetni fognak, hogy én rajzolni és festeni szeretnék, vagy ez arra is jó, hogy ugye egy rajzolás, egy festés az nem 3 perc alatt készül el, hanem az több óra egy-egy munka, és hogy akkor kint van a félkész munka, és ez a félkész munka inspirál arra, hogy befejezd, vagy esetleg ugye friss szemmel rá tudsz nézni egy előző napi munkádra, és észreveszed benne a hibát, jössz, mész, kelsz a lakásba, nézed, hogy mi nem jó, mi jó rajta, mit javítok, és akkor már ez inspirál arra, hogy odaüljek, és megcsináljam, kijavítsam. Jó, tehát a környezetedet alakítsd ki úgy, hogy emlékeztessen. Van olyan tanítványunk, aki mondta, hogy főzés közben, neki ott van a festő állvány a pulton, és főzés közben nézi a képét, hogy mi az, amit javíthasson, és főzés után marad az első, hogy na, akkor odaülök, és megcsinálom. Másik ugye az, hogy önmagadat emlékezteted, ugye ez mai nap digitális világunkban, mobiltelefont beállítjuk, hogy mondjuk este 6-tól én most rajzolni, festeni fogok, vagy beírod a naptáradba, csinálsz magadnak egy listát, hogy mikor mit csinálsz meg azon a napon, tehát önmagadat emlékezteted ilyen emlékeztetőkkel, vagy posztitokat raksz ki a lakásba, amivel emlékezteted magad, hogy mikor szeretnél te rajzolni, festeni. Jó, ezt rátok bízom. De ez a környezetnek az átalakítása szerintem sokat tud dobni a motiváció, mert mindig ez a legmacerásabb, hogy kipakolni, elpakolni magunk után, hagyd kint, és emlékeztessen arra, hogy te szeretnéd csinálni. A másik fontos dolog, hogy akkor könnyű egy szokást beépíteni az életünkbe, hogyha már egy berögzült, meglévő szokásunkhoz kapcsoljuk hozzá. Tehát, hogyha mondjuk az van, hogy ugye minden nap mosogat, nőként minden nap mosogatunk, vagy reggel a felkelés után, hogy kinek milyen a napi rendje, hogy egy meglévő szokásunkhoz kapcsoljuk hozzá, hogy
az ebéd elkészítése után, amikor lepakoltam az asztalt, elmosogattam, akkor az mosogatás után rajzolni fogok. És ugye itt is az kezdődik, hogy elmosogattam, nincs kedvem rögzni, csak megfogom a ceruzát. Héten keresztül minden nap mosogatás után megfogod a ceruzát, és akkor egy idő után beivódik ez annyira a szokásodba, hogy már el fogsz kezdeni rajzolni minden nap a mosogatás után. De aztán ugye van egy tanítványunk, például a fesztivál, rajzfesztivál keretében, a Gál Merindával csináltunk egy interjút, és ő mondta, hogy neki az a szokása, hogy ő reggel alkot. Tehát, hogy neki az úgy építette ebbe a napjába, hogy reggel föl kell, fölöltözik, kisminkeli magát, és a sminkelés után leül, és elkezd rajzolni. Jó, tehát neki a sminkelés, a reggeli rutinhoz kapcsolta hozzá azt, hogy ő rajzolni fog. Gondold végig, hogy a te életedben milyen meglévő szokásodhoz, rutinodhoz tudod hozzá kapcsolni a rajzolást és a festést. A másik pedig az, hogy döntsd el, hogy mikor és milyen rendszerességgel fogsz rajzolni. Ugye nem kell minden nap, nem kell minden héten. Az is lehet, hogy neked olyan az időbeosztásod, hogy azt mondod, hogy minden hónapban egy hétvégét rászánsz, de akkor az a hétvége az enyém, a család elment valahova, én itthon vagyok, végre magammal foglalkozom, minden hónapban kijelölök két napot magamnak, amikor reggel 9-től este 6-ig nyomom. Jó, de aztán van, akinek úgy könnyebb, hogy egy héten 2 órát foglalkozik vele, valakinek úgy könnyebb, hogy minden nap 10 percet. Ezt gondold ki, hogy neked melyik a legjobb, hogy mikor és milyen rendszerességgel fogsz rajzolni, és építsd be a naptáradba, a napi rutinodba. Jó, ez az, amit remélem, hogy hasznos volt ezek az információk a számotokra, és az az üzenetem, hogy tedd életed részévé az alkotást.